Horváth Ádámot hallják. Mostanában kinyitom a rádiót, a televíziót, az újságot. Adóról, pénzről, gazdaságosságról, másról szinte nem is hallok. Úgyhogy én most úgy gondoltam, hogy az alkohollal kezdem. Egyrészt mert szeretem, másrészt mert bár azt ígéri a műsorvezetés, hogy jogról fogok beszélni, de én az alkohollal kezdeném. Nevezetesen készült néhány évvel ezelőtt a televízióban Alkohol címmel egy filmsorozat. Nagy hatású sorozat volt, végigjárta a főváros és vidék csapszékeit, kocsmáit, borkóstolóit, és nagyon impressionáló riportokat készített szörnyű állapotban levő emberekkel, részegekkel, züllöttnek mutatott csaposokkal, egy ilyen retteltes pulya a világ szólalt meg. Mindenkit elrettenthetett az alkoholtól, aki nem iszik. Aki iszik, az nem igazán. Én iszogatok esténként ezt-azt. Engem nem ez rettentett el. Ezek válaszoltak a riporter kérdéseire, vagy nyílt mikrofonnal kérdezett, vagy a táskájába dugott magnó és mikrofon volt a segítségére. És miután a jogrend úgy írja elő, hogy nem lehet megkérdezni valakit a beleegyezése, sőt írásbeli beleegyezése nélkül, föltételezhetően itt is megkérdezték ezeket az alanyokat, hogy akarnak-e ők szerepelni alkoholos állapotukban a televízióban. Bizonyára aláírták. Én csak azt nem tudom, hogy abban az állapotban meg tudja ítélni valaki, hogy alkalmas erre, hogy megszólaljon, amiben őket lefényképezték. Lehet, hogy mire látták, addigra vagy az elvonón voltak, vagy kihozanodtak. Az előbbi esetben nincs gond vele, nem fog perelni, a második esetben nyilván egész környezetében megszégyenül az illető. Ez az a bizonyos szakmai, jogi helyzet, aminek kapcsán éppen most az alkoholba kapaszkodtam. Különösen azért, mert ez egy fesztiválfilm volt, és alkotója egész biztos volt, hogy nagy díjat nyer, mert hisz harcot indított az alkoholizmus ellen, megmutatta annak borzasztó következményeit. Összeült a zsűri, melyben ott ült Ferge Zsuzsa, kitűnő szociológus, egyébként gyerekkori játszótársam volt, és nagy tisztelője vagyok, és halkan eleresztett egy véleményt, nevezetesen, hogy ez a sorozat, ez a kocsmajáró sorozat túl azon, hogy jogilag megkérdőjelezhető, kizárólag azt a perifériát mutatta be, ahol ez az alkohol életforma. Nem kereste fel azokat a drága pénzen épült milliós budai villákat, ahol hasonlóan folyik az alkohol, legtöbb nem ilyen rongyosak az emberek, a végeredmény hasonló hozzá. Nem kereste fel azokat a fogadásokat, ahol hasonlóan isznak. És ezzel a film nem lett díjnyertes, pedig az illető már megrendelte az italokat kint a büfébe a díjátvételekor. Illetve arra számít, hogy a díjat megkapja. Én pedig kérdezem magamban, hogy van-e joga vajon a tömegkommunikációs időszakban riporternek, újságírónak kipellengérezni? Van-e joga kiemelni? Van-e joga egy cél érdekében valakit megszégyeníteni? És hogy egy szót én is szóljak az adóról, mielőtt egy pici muzsikával az egészet megenyítem, én direkt sajnálom azokat a szakértőket, akik vállalták azt a kanosszát, hogy beülnek rádióba, beülnek televízióba, és válaszolnak az adóval kapcsolatos, meglehetősen kemény kérdésekre. Ugyanis többségükben nem ők csinálták az adórendeletet, hanem ők tisztviselői annak, és valami olyan furcsa helyzet alakult ki, mint a riporter támadná őket, a mi nevünkbe, az adófizetők nevébe, és ők védekeznének, mint adóbehajtók, pedig szegények többnyire egyszerűen tisztviselők, akik megpróbálnak a jogszabály rengetegből valahol előmászni, és végül ugyanarra a szintre kerültek a megjelenésben, mint szegény alkoholisták a kocsmában, nevezetesen, hogy adó kapcsán, mint adómániások megszégyenülnek, mi kinevetjük őket, és elkezdjük őket utálni. Pedig azt hiszem, hogy ők erről nem igazán tehetnek, mint hogy én az alkoholistát se utálom, nem a sajnálom. Én őszintén szóval nem szívesen lennék adótisztviselő, ma inkább alkoholista. De hogy az se legyek, ez se legyek, egy pici zenével válasszuk el ezt. Thank you.
Nem szeretem az utca embere riportokat se, hogy még mindig a szakmánál maradjak. Nem szeretem azt, hogyha valamilyen vél statisztikai átlag címén embereket megkérdeznek az utcán. Ön mit tud a szolmizálásról? És akkor szegény kényszeredetten nem tudja, hogy miről van szó. Visszakérdezné szívesen, hogy kinek van mumsza, de nem tudja, hogy miről esik szó. Ebből a riporter aztán összevág valami kis kopfot az ő riportjáré, és az utca embere statisztikai átlagnak egyáltalán nem nevezhető vélemény alapján levon valami bölcs következtetést. Ezek az emberek is, akik szegények mennek az utcán, és egyszer csak oda toppan valaki Isten egy mikrofonnal és egy kamerával a kezébe, megszólaltatja őket, utána engedélyt kér természetesen, az ilyetében megadja, mert hiszen mi hatóságnak tűnünk, amikor mikrofonnal és magnetofonnal, mint fegyverrel megrohanunk valakit, és utána bármilyen következtetést az illető nyakába akaszthatunk, nem tudja magát megvédeni. Nem tudom képzelni, hogy szomszédai munkatársai utána röhögnek rajta, hülyének tartják, kipellengérezetnek érezheti magát, ez jogtalan. És itt a jog borzasztó fontos. Döbbenten olvastam Berta Bulcsúnak az És egyik számába egy írását, egy budai sétájáról, ahol megzörrent mögött a bokor, és egy igen rongyos szegény öreg urat talált, aki riadtan nézett rá, hogy el akarja venni azt a placot tőle, ahol ő a ott járt kirándulók által elhagyott széldobált üvegeket összeszedi, mert hisz más placokról, már erősebb jogán kiüldözték őt, a üveget gyűjtött, a minimális nyugdíját kiegészíteni. A jog ilyen szélesen mozog, és a jog elkezdett engem érdekelni, fogtam magam, mert itt is egy jogról volt szó, valaki védte azt a jogát, hogy a piszkos bokorba használt üveget gyűjtsön, 3 illetve 5 forintért, akkor még azóta néhány üveg visszaváltatósága megszűnt. De eszembe jutott, hogy Svájcban jártam, ami ugye nagyon gazdag ország, de nagyon smucig ország, mégse létezik üvegbetét. Ezzel szemben a város különböző pontjain hatalmas konténerek vannak, amiknek ilyen egyszerű kör alakú nyílás van a tetején, rá van írva, hogy fehér üveg, barna üveg, zöld üveg. És megjelennek autón nyilván alkoholt kedvelő svájciak, és ingyen bedobálják az üveget, ugyanis államérdeknek tűnik, hogy az üveg visszatérjen. Itt most eltörültünk néhány üvegbetétet, föltehetőleg egy év múlva az lesz majd az újságban, hogy azért nincs unikum, mert nincs hozzá üveg. De az unikumot viszont már nem váltják vissza az üres üvegét, tehát nyilván a gond így szépen sokszorozza magát. De annyira elkezdett érdekelni engem ez a jog, hogy fölnyitottam az értelmező szótárt nem lévén jogát, és találtam 3 meghatározást. Azt mondja az egyes. Az uralkodó osztály akaratát kifejező, az állam által kötelezővé tett magatartási szabályok összessége, rendszere. Ez a jog. Még egyszer visszaismétlem. Az uralkodó osztály akaratát kifejező, az állam által kötelezővé tett magatartási szabályok összessége, rendszere. Ebből úgy tűnik, mintha a jog mindig tiltana. Mintha kötelezővé tett magatartási szabályok, függően éppen az uralkodó osztálytól, ezek csak tiltanának és előírnának, pedig én a jogot másként tudtam. De hát valóban így van, hogy jog címén sokkal több tilalmat tudunk, mint engedélyt. Nálunk például jog szerint tilos, és törvény szerint ott átmenni, ahol nincs zebra. Ott szabad csak átmenni, ahol zebra van, mert ott állítólag föl van szabadítva erre a hely. Igen ám, de a zebránál nem állnak meg az autók. Mi akkor a jog? A gyalogosnak joga van átmenni a zebrán. Az autósnak nincs joga átmenni a zebrán. Átmegy. Ha nem fényképezik le és nem üt el valakit, megúszza. Ennyit ér a jog. A gyalogos átmehet másút, mostanában ritkábban, régebben, sűrűbben állt rendőr és megbüntette ott, ment által nem szabad, mert ott védtelen. Én Angliában jártam, és azt láttam, és azt tanultam, hogy minden gyalogos mindenhol átmehet, a saját veszélyére. A zebránál, ha leteszi a lábát, minden autó megáll. Ez azért van így, mert jogok vannak. Vannak közlekedési jogok, az autónak joga van menni az utcán, én átmehetek bárhol, ha ott megyek át, ahol nincs zebra, védtelen vagyok, nem véd engem a gyalogos joga, legfőjebb a autóvezető reflexe, ha elüt, nem éri őt baj, engem ér baj.
A zebra nem létezik, hogy előtt, mert megáll, mert a jogszabály az, és a jogszokás az, hogy nekem jogom van átmenni, ő köteles megállni. A többi helyeken neki van joga menni, és én nekem nem ajánlatos átmenni az úton. Ezt egyensúlynak tartom. Nálunk a jogszabály és a jogbetartás nem tartozik össze. Az uralkodó osztály, ez esetben az autós, aki akaratát kifejezve kötelezővé tett magatartási szabályok összességét fölrúgja, és keresztül hajt a zebrán, mert siet. Vagy keresztül megy a piroson, mert siet. Én szegény lelépek a zöldnél, de nem biztos, hogy védve vagyok. Vagy megállok a zebránál, mint autós, de nem biztos, hogy mellettem nem megy el Pistike, aki borzasztó gyorsan akar menni, és nem üti el azt a gyermekes anyát a zebrán, aki éppen átmegy, aki miatt megálltam. Tehát itten a jog egy bonyolult dolog. Meg bonyolult dolog ez az uralkodó osztály is. Mert hiszen sok mindenféle uralkodó osztályok vannak, és voltak a történelem folyamán. És ezáltal jogszabályok, törvények, rendeletek megjelentek, uralkodtak, elvesztették hatásukat, az uralkodó osztályok cserélődtek az én életem folyamán, és azon kezdtem meditálni, vajon mennyire maradt komoly az én generációm, vagy későbbi generációk tudatában a törvény, a rendelet és a jognak a komolysága. Hogy ezen picit meditáljak, szóljon egy pici zene. Az évek végén megjelent egy törvény, az uralkodó osztály akaratából megjelenő törvény, amit akkor úgy hívtak, hogy zsidó törvény. Volt első, volt második, volt harmadik, és bizonyos fokozatokban fosztott meg jogtól embereket. Először bizonyos helyeken volt dolgozni tilos, aztán bizonyos helyeken tanulni volt tilos, aztán bizonyos helyeken tartózkodni volt tilos, vásárolni volt tilos, később bizonyos helyeken lakni volt tilos, később élni volt tilos. Ez egy jogszabály volt. Ez az akkori uralkodó osztálynak bizonyára érdeke volt, de az, hogy ez jog volt-e vagy jogtiprás, ezt egy józan felülről való szemléletben nehéz eldönteni. Én szerintem ez nem jog volt, hanem gyilkosság, és nem jogtiprás. De ez akkor törvény volt, és ezt a törvényt több ország, ez az ország is tudomásul vette, bár nem vonatkozott mindenkire, ki együttérzően, ki riadtan, ki teljesen közömbösen szemlélte, hogy törvény megfoszt embereket jogoktól, aztán megfoszt az életjogától, és ezt túlélték generációk. Aztán tudomásul kellett venniük egy idő múlva, hogy ez a törvény rossz törvény volt, ez a törvény komolytalan törvény volt, véres törvény volt, nem szabad róla elfelejkezni, de nem érvényes tovább. Hogy nem érvényese tovább, nem régen kint jártam egy üzemben, ahol több haverom van, jó barátok, az egyik közülük pártitkár. Nem sokkal a tévének egy inkriminált adása után voltunk, és arról beszélt, hogy taggyűlés lesz, ahol nagyon élesen fog fölmerülni a cigány kérdés. És őneki az a vélemény, hogy a cigány kérdés tulajdonképp úgy kéne megoldani, hogy kijelölt területek, rezervátumok kellenének, mondta a pártitkár, ahol a cigányság a maga gondjait megoldaná. Kicsit hasonlít a gettóra, kicsit hasonlít a gondolat a zsidó törvényre. Az lepett meg benne, nem akarom ezzel kicsinyíteni a cigány kérdést, vagy a cigány problémát, ami van. De hasonlított arra a törvényre, ami a 30-as évek végén megjelent, amely a mozgást, a létet, a társadalomban való lehetőséget óhajtott a bizonyos megkülönböztetés alapján korlátozni, csak ez nem 1938-ban hangzott el, hanem 88-ban. Eltelt közben 50 év,
és úgy látszik a gondolat dacára annak, hogy ott már bebizonyosodott, hogy ez a jogfosztás, ez a törvény hibás volt, egyszer csak újra föltámad, és nem Amerikában, négerek ellen, nem fajüldöző országokban, hanem itt és most. És akkor el kellett gondolkozni, hogy vajon eléggé elmagyarázzuk-e azt, hogy mit jelent a jog, hogy mit jelent a törvény, hogy mit jelent a törvény és az állam előtti egyenlőség, akkor, amikor itt élünk ma, és vajon elég nyugalmunk és türelmünk van ahhoz, hogy létezzünk. Nem mondom meg, hol történt, nem fontos. Nem kitaláció, csak megdöbben. És azért döbbentetnek, mert a tévében előtte bizonyos fiatalokkal más szándékkal csinált film, éppen elrettentő szándékkal elkészített film jelent meg, ahol elhangzottak ehhez hasonló gondolatok elég felelőtlenül leadva fiatal emberek által, és ennek a hatása már megjelent, mint jogfosztó, jogtipró gondolat, engem elriasztott a dolog. Hogy még mindig a múltban maradjak egy kicsit, nem volt nagyon tanácsos azokban az időkben haladónak, baloldalinak vagy hasonlónak lenni, nem volt tanácsos ellenállónak lenni. Illegalitásba kellett vonulni. Én voltam 15 éves, mikor illegalitásba kerültem, és hát eléggé furcsán éreztem magam akkor, amikor minden létező szabályt, ami megjelent, azt meg kellett szegni. Behívót kaptam, hogy mint Levente vonuljak be. Elmentem egy sebész ismerősömhöz, aki begipszelte a karomat, adott egy igazolványt, hogy el van törve a karom. A gipsz olyan volt, hogy este otthon le lehetett venni, de nappal fölkötött gipszelt karral jártam, az orvos igazolást beküldtem a Levente parancsnokságra. Ez volt életemben az első olyan törvényszegés, amiről tudtam, mert nem volt nagy hangulatom bevonulni 15 évesen, mint Levente, és részt venni bármibe. Aztán teljes illegalitásba kerülve éltem hosszú időt egy tanyán, Erdei Ferenc tanyáján, ahonnan nem volt szabad írnom a szüleimnek, hanem egy központi helyre, Fónyi Gézánéhoz volt szabad küldeni aláírás nélküli levelet, aki valamilyen módon azt eljuttatta a máshol bujkáló szüleimhez. Magyarán egy szisztematikus hazugságrendszert kellett megtanuljak, mert hiszen nem kerülhettem elő. Aztán bekerültem egy házba, ahol egy ilyen szöktető csapat munkálkodott. Most a napokban jelent meg hosszú évek után először Mónus Illés neve. Ennek az illegális háznak az egyik embere ott volt, amikor Mónus Illés lebukott. Nagyon fölpofozott arccal jött el, ilyen kiska egyenruhában volt, ez egy fegyveres testület volt akkor, és valahogy, mint kiska, megúszta, hogy a nyilasok agyonverjék, nem tudom, mit mondott akkor, de én rémült voltam, mert azzal jött, hogy az Illés, akit én is ismertem, hát lebukott azon a búvóhelyen, ahol volt, és őt megverve hozták el. És utána haza tudott jönni, és ment tovább, nem tudom, hol van most. Abba a lakásba ült egy mérnök és egy festőművész, akik okmányokat hamisítottak. Olyan rutinnal, hogy mondjuk pápai menlevelet, ami akkor üldöző zsidóknak bizonyos időre egy illúziót adott, Angelo Rotta pápai nuncius nevét szabad kézzel tudta már aláírni bármelyikük. De egy csomó egyéb aláírás is szabadon ment. Aztán a papírokkal addig manipuláltunk, amíg elég sok embert sikerült vele különböző arra hivatott kisebb csoportoknak kimenteni. De ez a pár ott nagyon megtanulta ezt a hamisítást. Úgy belejöttek, hogy éveken át tovább még folytatták, mert rutinjukká vált, és útlevéltől föl és leállítólag mindenféle készült a kezük alatt, börtön is lett a vége. És akkor, mikor ezt meghallottam már idősebben, jött be a fejembe a gondolat, hogy mennyire demoralizáló egy ilyen világ,
ahol az életben maradás érdekében hamisítani, csalni, hazudni kell, méghozzá nemes céllal. Mert nemes cél az, hogy emberek életben maradjanak, de mit rombol egy gyerekbe, én bennem, bár én nem tudtam soha hamisítani, de mit rombol az a tény, hogy bizonyos jogszabályok megfosztásával emberek üldöztetve vannak, azoknak segíteni hazugsággal és csalással lehet, és utána valaki úgy marad. Borzasztó gondolat. Utána az illetők elmentek külföldre, és a dolog elfelejtődött, de én bennem akkor megmaradt az, hogy mennyire alássa az, hogyha valami embertelen dolog történik, hogy a hazugság, a csalás és az illegalitás azok a nemes eszközök, amik segítenek megmenekülni. És aztán fordul a történelem. Eljönnek az 50-es évek. Újra kicsit feszített helyzet van. Érdekes lenne egybevetni, nem nagyon érdekel, hogy korombeliek hányféle önéletrajzot írtak meg életük folyamán. Ugye az 50-es évektől folyamatos házi feladat lett munkahelyen újra meg újra önéletrajzot írni. Onnan jutott eszembe, mert 30 éves televíziós munkaviszonyom nyomán most azt hiszem 9-szer kaptam újra egy üres személyi lapot és egy felszólítást, hogy írjak önéletrajzot, mert a személyzeti osztályon új nyilvántartás készül. Ott van a régi, nem tudom hány, de elő kellett szedjek mindenfélét, nem emlékeztem, hogy hánytól hányig dolgoztam én a magkereskedelmi vállalatnál, mint tisztviselő, pontosan dátumra mikor voltam sorkatona, és hogy mikor kaptam meg a szocialista kultúráját kitüntető jelvényt, ezt mind újra be kellett írni. Egyébként egyszer érdekes volt, mert ugye az embert minősítik, van ilyen minősítés, és ott ült nagyon kedves személyzet is kollega, és mondta, hogy hát akkor a kitüntetései, és elkezdte sorolni, hogy érdemes művész, kiváló művész, mondom, bocsánat, kiváló művész nem vagyok. Kiváló munkáért című érdemrendet kaptam egyszer, vagy kitüntetés, de ő csak kiváló emmet írtak be, és ettől kezdve úgy tudták, hogy én kiváló művész is vagyok. Ilyen szempontból nem állt újraírni, mert nehogy tévedésen, lehet, hogy már rég az lettem volna, hogyha ez nincs, de lehet, hogy nem. Mindenesetre nem fogok többet kiváló munkáért kapni, mert az már megvan. Na de visszatérve, elő kellett vegyek egy régebbi önéletrajzot, mert nem akartam abba a hibába esni, hogy átírom azt, ami már ott van. De aztán visszagondoltam rá, hogy mikor 1950-ben első munkaimre beléptem, akkor hosszasan vívottam rajta, hogy én most beleírjam, hogy az apám börtönbe ül, vagy ne. Aztán úgy gondoltam, hogy beleírom. De miután protekcióm volt, gondoltam, hogy ez megvéd, meg is védett, kaptam állást egy-két évi fizikai munka után. De aztán jöttek mások is, mert jöttek a új jogszabályok, jött például a kitelepítés. Osztálytársam és kedves barátom volt Görgei Gábor, a kitűnő író, akivel Tóthi gimnáziumban egy osztályba jártunk, és akihez mai napig jó barátság fűz, és akire mindig szeretettel, meg tréfásan gondoltam, meg kicsit szórakozó fiú volt, és egyszer Grabowski tanáról természetrajzórán felszólította első gimnáziumba, és azt kérdezte, hogy a tyúk miért hasznos. És Görgely picit álmodozva azt felt, hogy mert a szőrével párnákat töltenek. Ettől ráragadt a tyúk szőrnév, és ez annyira bántotta őt, hogy átment egy másik iskolába. Mit tesz Isten, mikor visszajött a kitelepítésből, nem sokkal én már televíziónál voltam, és valami nagyon szép műsorra készültünk, a Keszthelyi Könyvtárból akartunk adni, és Szinetár Miklós szólt nekem, hogy Görgei itt van újra Pesten, és ki kéne próbálni, hogy milyen lenne ő, mint műsorvezető. Mondom, a tyúkszőr. Azt mondja, miért tyúkszőr, és én elég indiszkrét voltam, hogy elmeséljem ezt a történetet, erre ördögi mosolyal fölhívta, és azt, hogy a tyúkszőr, akkor lesz ez a Keszthelyi dolog. Szerintem Görgei Gábor, akit akkor még Artúrnak hívtak, nem haragudott meg érte, de őt például ez a jogtalanság kísérte, ő volt jogfosztott, mert kitelepítették, az apja katonatiszt volt,
Ennek kapcsán ő valahol Kaposvár mellett betegen, asztmással, még azt hiszem némi TBC-s fertőzés is volt, igen nehéz körülményeket élt át és vészelt át, mindez csak azért, mint újabb jogfosztott, mert az apja katona volt. Nem ártott senkinek, mai napi kitűnő író, de nem hiszem, hogy kitörlődik ez a jogfosztott állapot a fejéből. Utána megint csak változott a jogrend, apám kiszabadult a börtönből, és szinte egyenesbe került az élet, akkor kaptam egy titkos utasítást, hogy ezentúl az önéletrajzomban nem szerepelhet, hogy az apám börtönben volt, mert az tulajdonképp semmis. Őt valóban rehabilitálták, az már csak egy érdekesség, az megint a jogrendnek egy fokozata, hogy lezajlott a rehabilitáció, megkapott egy bizonyos összeget, visszalépett az állásába, majd hónapokkal később a börtöntől kapott egy írást, hogy ezennel közlik fel, hogy megszűnte lenne az eljárás. Ez már csak a jog ügyvitelének egy bizonyos hátsó oldala. Tehát így változnak az idők, és ahogy akkor a régebbi időben is baj volt, itt az 50-es években ez az önéletrajzírás, ennyi munkásszármazású értelmiségit, ennyi munkásszármazású arisztokratát nem sokat láttam. Aztán a szépen lassan mostanra visszaállt a helyre, de a jog akkor is bizonyos olyan dolgokat tiltott és olyanoktól fosztott meg embereket, nevezetesen, hogy vállalják nyugatén élő rokonaikat, mint ismerőst, akitől ugyan kapták az IK-tól a csomagot, az IK-n keresztül a csomagot, a használt amerikai ruhát, de beírni nem lehetett az önéletrajzba. Vagy a lecsukott rokont el kellett titkolni. Ezek mind a jogrendnek olyan dolgai, amiknél kétségessé válik számomra, hogy ez a meghatározás, amit az előtt olvastam, ez mindenkor jó-e. De hát ilyen volt a történelem. Van persze az értelmező szótárban egy második meghatározás is a jogra. Azt mondja, jogszabályban vagy szerződésben, megállapodásban biztosított lehetőség valaminek a gyakorlására, illetőleg élvezetére. Ez azért már barátságosabban hangzik. Ez is persze relatív egy kissé. Mondjuk az alkoholfogyasztásra visszatérve, az alkoholfogyasztás az embernek általában adott joga, kivéve a korlátozzák. Hogy megint angol példánál maradjak, Angliában minden nap 3-tól 6-ig fesztiválon van. Hogy miért 3-tól 6-ig, azt nem tudom. A tapasztalatra úgy került sor, hogy oda mentem, és bementem későn ebédelni valami étterembe, és akartam inni egy sört. Rám mosolyogtak, és mondták, hogy nem lehet. Aztán több helyen még rám mosolyogtak, aztán gondoltam, hogy szomjas vagyok, és bementem egy élelmiszerboltból sört vegyek, de el volt zárva az élelmiszerpult. Angliában ugyanis nem tudom hány év óta, valószínűleg 100 év óta, vagy 200, vagy 300, szesztilalom van. Szesztilalom volt Amerikában is, ebből lett a bűnözés. A szeszhamisítók, szeszcsempészek, itt a jog ilyen következménye állt. Angliában nincs ilyen. Angliában egykor mindenki annyit iszik, amennyi belefér. Mikor ott tanfolyamra jártam, akkor mellettem ülő a Len Brown nevű nagyon kedves angol kollega, ahogy egy órakor vége volt a foglalkozásnak, azt, hogy may we have a drink, mehetünk egyet inni, és durra szesztialan, mert gyorsan beittunk 2 vagy 3 viszkit, minek következtében a délutáni foglalkozáson majdnem mindig elaludtunk, vagy legalábbis nagy harc volt az álmossággal. Jog másként áll a Szovjetunióban, ahol mostanáig nagy tilalom volt az árusításra, most visszavontak belőle, mert túl csúnyának tűntek a sorok. Sört lehet kapni reggel, égetett szeszt nem. Nálunk 9-ig nem kapni, van is az ABC-kben elég nagy botrány, kilopják, kicsempészik, bántalmazzák szegény árusítókat, itt meg ilyen most az alkoholjog. De van más világ is. Egy nagy turnén voltunk Amerikában, filmet csináltunk a rádiózenekar egy útjáról, az egyik városban, nem emlékszem a nevére, bementünk a fénymérővel, ott egy sportcsarnokban volt a koncert, hogy nevezetesen forgatni tudunk-e, olyan sötét volt, hogy nem. Este volt, szabadok voltunk, ott volt Nagy József, kitűnő operatőr barátom, hangmérnök kollégám, Ipper Pál, mai asztrál nagykövet, Hidas Frigyes zeneszerző, valamennyien ráértünk, meg egy hölgy is volt a társaságban, gondoltuk inni kéne valamit, tehát itt 2,5 óra koncert lesz, megszomjaztunk, este egész nap autóbuszoztunk. Elindultunk, elmentünk egy ABC áruház előtt, ott néhányan leszakadtak közülünk,
Mi pedig mentünk, amíg a likőr föliratva, ahol megjelent, bementünk, a hölgy vett egy kis üveg amerikai viszkit, én vettem egy nagyobb üveg skót viszkit, hogy azt majd együtt elköltjük. Visszaértünk az ABC áruházig, akkor jöttek ki kollégáink, Hipper Pali is köztük, és toltak ki egy kocsiba egy nagy zacskó rósejtlit, hogy az jó lesz az italhoz. És ott a parkolóba kellemes amerikai indián nyár volt, kinyitottuk a kis üveg viszkit, elfogyasztottuk, markoltunk a rósejtliből, ahogy azt nem illik, mindent elkövettünk, majd picit spittesen valamelyikünk, én nem, a kiürült pici üveg ott volt kézbe, eldobta. Ez egy parkolóhely volt. Éppen indult el egy autó, valami gorombaságot kiszólt az autó vezetője, nem nagyon figyeltünk oda, gondoltunk, még iszunk egy picit, és megnyitottuk a nagyobb üveg viszkit. Egyszer csak sziréna szó hallatszott. Hippernek jó ösztöne volt, mert azt, hogy én nekem most be kell menni a telefonfülkébe, és föl kell hívnom Shale Gyulát New Yorkban, mert beszélnem kell vele. Ezzel eltűnt. Körülnéztem, csak én maradtam angol valamennyi tudó, majd három irányból három hatalmas amerikai kocsi jelent meg villogó kék lámpával, hat darab fejenként 186 centi sheriff szállt ki, egyik kezük a Colton, másik kezük az övükön, és jöttek három irányból felénk, fenyegető arccal, majd megálltak, és az egyik megszólalt, azt, hogy itt valaki eldobott egy üveget. És abban a pillanatban átfutott a fejemen, hogy a jogrendnek az egyik legsúlyosabb megsértése Amerikában egy parkolóhelyen egy üveget eldobni, mert hisz az autó életforma, és az autóba kárt okozhat az eldobott üveg, tehát, mint jogismerő és törvénytisztelő ember, azonnal letagadtam, mondván, hogy ne gondoljon ilyet, hát itt a üveg viszki, amit kinyitottunk. Azt mondja erre a sheriff, hogy igen ám, de itt van egy jogszabály, hogy szabad téren és arra ki nem jelölt helyen nem szabad szeszt fogyasztani. Mondom, hát hogyha nem vette volna észre a kiejtésemből, nem vagyok idevalós, nem ismerem ennek az államnak a szabályait. Azt mondja, hol az autójuk? Mondom, nincs. Na ez már becsületsértésnek tűnhetett, mert az autó nélkül nincs ember, pláne ennyi ember, és már megint mozdult a Colt felé, mikor mondtam, hogy hát ott áll az autóbusz, kicsit szégyenkezve, mert hiszen koncertturné, és mi külföldiek vagyunk, azt nem mondtam ki, hogy magyarok. Azt mondja, mert hogy van még egy jogszabály ebben az államban, hogy bontott üveg szesz se autóban, se autóbuszban nem szabad szállítani. Mondom, akkor most mi a teendő az üveggel? Azt mondja, én nem tudom, de én 50 perc múlva vissza fogok jönni oda az autóbuszhoz. És ha az autóbusznál magánál alkoholt állok, akkor letartóztatom. Három irányba beültek három autóba, elvágtatta. Abban a pillanatban Hipper Pali széles mosolyal kijött a fülkéből, mondta, hogy mindent közvetítettem a Shale Gyuszinak. Mondom, nagyszerű lesz. A Shale Gyuszi legalább, mint tudósító, tudja, hogy minket majdnem letartóztattak nyilvános botrányokozásért. Fussunk, és mint az őrült berontunk a sportcsarnokba, elbújtunk a női öltözőbe, és viharos sebességgel megittuk hatan az egy üveg viszkit. A rendőr visszajött, átadtam neki az üres üveget, majdnem megvert. Ott ez volt a jogrend, és én meg kellett, hogy sértsem, ha nem akartam volna egy amerikai börtönbe ülni. Tehát az volt a második meghatározás, hogy jogszabályban vagy szerződésben, megállapodásban biztosított lehetőség van neki a gyakorlására, illetve élvezetére. Körülbelül ebbe a körbe tartozhat a szerzői jog, ami egyik legbonyolultabb és legkomplikáltabb jog. Van rá egy jogvédő hivatal, ahol védik a szerzők jogait, és ahol gondosan vigyáznak arra, hogy ne érjen senkit semmifajta szerzői jogsérelem. Engem ért néhány, bár nem fordultam a jogvédőhöz, de érdekes elmesélni, hogy bizonyos helyzet, bizonyos monopól helyzet milyen jogokat adhat intézményeknek, amelyek nem hatóság, amelyek nem más, mint egy egyszerű hivatal. Valamikor háború előtt megjelent Kestnernek Három ember a hóban című nagyon kedves könyve, amit édesapám Horváth Zoltán fordított le. Ez néhányszor megjelent, halála után ennek a jogát nővérem és én örököltük, néhányszor meg is jelent, nem jelentékeny pénzt adtak érte, nem fektettem rá különösebb súlyt, míg nem, a múlt évben láttam, hogy újonnan kiadták, és kinyitottam egy példányt a könyvesnél, és láttam, hogy átdolgozta XY.
És akkor szöget ütött a fejembe, hogy mintha ez a kiadó, nem mondom, mert nem érdekes, hogy melyik, mintha ez a kiadó elfelejtett volna a jogot kérni. Majd 2 hónappal vagy 3-mal később el is felejtettem a dolgot, érkezett egy levél az illető kiadótól, hogy szeretném megvásárolni a jogot, ennek a 3 ember hóbannak a jogát. Nem említette, hogy átdolgozva. Visszaírtam egy levelet, nem vagyok különösebben ilyen levelező fajta, de ez bosszantott, hogy érdekesnek találom, hogy most kérnek jogot, mikor már megjelent, sőt, a jogutódok engedélye nélkül át is dolgoztatták. Úgyhogy én nem írom alá ezt a szerződést. Újabb levél érkezett, melyben sajnálkozott a kiadó, hogy ezt elmulasztotta, de egyben közölte, hogy ez már sajnos megjelent, tehát mondjam meg, hogy hova utalja a pénzt. Visszaírtam, hogy változatlanul nem írom alá a szerződést, nem járulok hozzá, és nem vagyok hajlandó érte pénzt fölvenni. Többet nem leveleztünk. Hogy hova kerülhetett az a pénz? Mert az én titkos szándékom az volt, mint jogvédetnek, hogy az a pénz nem maradhat a kiadója, mert azt ki kell utalja. De ha nincs kinek kiutalja, akkor az ő számlájukon ott ül ma is valami 2 vagy 3 ezer forint, ami se az övék, se az enyém, és amit évről évre ott kell görgessenek. Nem hiszem, hogy ott lenne. Itt egy jogsérelem történt. Ez a kiadó önkényesen úgy viselkedett, mintha evidencia lenne, hogy ő ezt a könyvet foghatja, átdolgoztathatja, utólag 3 hónappal kér jogi engedélyt arra, hogy ez a könyv megjelenjék, és ha nem kapja, meg lenyeli. Nincs további lépés. Lehetett volna pert indítani, vannak, akik ilyenkor perelnek. De hát az nekem időmet viszi, nekem türelmemet viszi, egyszer lenyeltem a jogsérelmet. Az a pénz pedig valahol lenyelődött. De hát volt olyan példa is életem folyamán, és ez az egyik legszebb, szintén nem mondok nevet, valaki írt egy kórusművet. Ezt egy intézmény ki akarta adni, és elküldte a kottáját lektorálni Bárdos Lajosnak, a kitűnő zeneszerzőnek, aki hát nagy szaktekintély volt. A válaszlevél a következőként nézett ki. Egyik oldalon ott volt a hozzá elküldött szép kórusmű partitúrája. Másik oldalra felragasztva ugyanaz a kotta szó szerint, csak egy külföldön élő magyar szerző aláírásával, amely 20 évvel korábban jelent meg. A 2 mű mindenben egyezett zeneileg, csak az egyikhez magyar szöveg volt írva, a másikhoz meg nem. És aláírta, hogy Bárdos. Magyarán komplett plágium volt. Az illető szerző rendkívül művelt lehetett, mert ezt a művet igen kevesen ismerték, de nem számított arra, hogy Bárdos, ha valaha látott egy kottát, arra emlékezett. Meg is volt neki. Ez a plágium elmaradt ezáltal, mert ezt a kottát nem adták ki. Ez a kotta nem jelent meg. Ez a jogsérelem Bárdoson múlva nem valósulhatott meg, mert hiszen a jogvédő nem tudhatta volna megvédeni az illető kint élő szerzőt. De hát a jogvédelem mindenképpen bonyolult. Az én nagyapám Molnár Ferenc egyik darabját, igen kitűnő filmrendező, egyszer megkérdezte, hogy lehetne megcsinálni filmre. Mondtam, hogy ez nem az én kompetenciám, ez a jog Amerikában van, és valószínűleg nagyon drága. Nem sokkal később megjelent egy film, ami nagyon hasonlított arra a darabra, amit ő kérdezett. Többen odajöttek hozzám, hogy hát ebből nem lesz-e plágium per. Mondtam, hogy én nem szoktam perelni, de hát nyilván az illetőknek jobb üzlet volt egy picit átdolgozni Molnár ötletét és megcsinálni filmre, mint megvenni azt a jogot ott kint. Egyszerűbb volt. Nem volt jogvédelemről szó. Minden kritika leírta ugyan, hogy szóról szóra hasonlít egy Molnár darabra, olyan, mintha egy Molnár darab lett volna csak. Aztán egy ízben összefutottam azzal a ügyvéddel, aki hivatalból, nem az én megbízásomból, Molnár jogokkal foglalkozik Amerikában, és kérdeztem tőle, hogy tud-e a filmről. Azt mondja, igen. Mondom, és mi a véleménye? Azt mondja, ezért nem érdemes perelni, mert a film úgy bukott meg, hogy a perköltség se jött volna be. Ez is a jogvédelemnek egy formája, nevezetesen, hogy nem éri meg perelni fölötte. Elvenni, megcsinálni lehet, mert hiszen mi ne lehetne. A jog az egy furcsa dolog, ötletre nincs.
Ha ráfogom egy darabra, hogy az csak egy ötlet, elvehetem. Annál több, akkor lehet, hogy per van belőle, de hát miért pereskednénk mi itt egymás között? Nem lenne értelme. A monopól helyzet persze nagyon sokféle jogi helyzetet teremt. Van például a népszerű OTP, a bank. Aki magyar ember devizát legálisan tartani akar, válogathat, hogy hova teszi a pénzét, azt a legális pénzt, kiválaszthatja az OTP-t, miután máshol nincs mód tartani. OTP-nél nekem némi devizám van, ez nyilván a jogszabályban megjelent, biztosított élvezetek egyike. Ez bizonyos szerződési feltételek közt ez a bank számomra nyilván tartja, számomra a szükséges. Ide adja, mellé tesz kiviteli engedélyt, vagy ha valamit venni akarok, kifizeti a számlát. Míg nem, küld egy papírt a közelmúltban. Tisztelt ügyfelünk megszólítással, az első bekezdését idézem kell. Az országos takarékpénztár, mint a lakosság banki arra törekszik, hogy szolgáltatásait folyamatosan bővítse, és üzletágainak feltételét a lehetőség szerint korszerűsítse. Komolyan mondom, átmelegedett a szívem. Míg nem egy bekezdéssel lejjebb az van, hogy intézkedésünk következtében az önnel kötött devizaszerződés 14. és 12. pontját 88. január 1-től az alábbiak szerint módosítjuk. Írja március 8-án. Mintha valami jogsérelem lenne ebbe, mert ha január 1-től ő egyoldalúan egy köztünk levő szerződést módosít, akkor azt nem márciusban kellett volna közölni, hanem mondjuk decemberben. És megkérdezni engem, hogy óhajtok-e én ebben a módosításban részt venni, vagy fogom a devizámat, és átviszem a másik bankba, ami nincs. Úgy tűnik, mintha az OTP valami hatalommal való visszaélést követel, különösen akkor, amikor másik papírján közli, hogy a lekötött tételek, nekem volt egy bizonyos magasabb kamatra lekötött összegem. Azt mondja, a lekötés lejártáig a számlatulajdonosnak nyilatkozni kell az újabb lekötési igényéről. Nem nyilatkozni lehet, nem kérjük, hogy nyilatkozzon, egyszerűen nyilatkozni kell. Azt mondja, hogyha a lekötött betétnek vagy részének a lekötési idő lejárata előtt történő felvétel esetén a felvett összeg után kamat nem téríthető. Miért? Lekötöttem eddig, miért nem téríthető kamat? Milyen szerződés az, ami így bomlik föl? Az ember valamilyen pénznemben tartja azt a devizát, dollárba, svájci frankba, amiben gondolja, és hát eddig az volt a szokás, hogy bizonyos forint százalék ellenében, bizonyos forint összeg befizetése mellett fölvehette ezt más pénznemben. Mostan ő azt mondja, hogy deviza átutala, illetve deviza fölvétel, hogyha konverzió van, magyarán én a svájci frankba levő pénzemet mondjuk dollárba veszem föl, akkor ő devizát von le. Én úgy tudtam, hogy Magyarországon végzett munka, mint például svájci frankot átváltani dollárra, az egy magyar munka, és a magyar munkának forint az ellenértéke. Ez a jogszerű fizetőeszköz. De ő devizát volna. Nevezetesen a rábízott értéket, melyet nem én választottam, hogy rábízok, hanem köteles voltam rábízni, ő úgy csonkítja, hogy én picit másként veszek föl belőle, akkor nem azt mondja, hogy nekem ezzel munkám volt, adjál forintot, hanem azt, hogy leveszek a devizádból százalékot. Ennek tükrében csak azt nem értem, hogy mellékesen még bizonyos postaköltségeket is föl fognak számolni. Azt mondja például postaköltség, a mindenkori postaköltség plusz 2 forint. Hát az miért nem deviza? Hát ha én mondjuk svájci frank helyett dollárt veszek föl, akkor a mindenkori postaköltség és 2 forint helyett devizába kéne a bélyeget is levonni tőlem. Mert hiszen itt úgy látszik forint a hivatalos fizetőeszköz. Ez olyan, mint hogyha betenném a bundát, mondjuk van egy NERC bundám, nincs, és azt beteszem az állokházba, hogy őrizzék meg a tér, és fizetek érte valamennyi forintot, csak úgy adnák vissza tavasszal, hogy levágnak belőle egy darabot. Mert nekik NERC jár azért, mert NERC-et őriztek, az irhabundából egy kis irhát vágnának le, és a lódenkabátomban egy kis lódent.
és mellesleg én még forintot is fizessek érte. Mindezt jogszerűen, egyoldalúan, 3 hónap késéssel közlik velem, hogy választhatok. Hogy vagy ezt csinálom, vagy kiveszem forintba az egészet, ugyanis ha forintba veszem fel a devizát, mint ő leírja, az költségmentes. Ez is egy választási mód. Válogathat aztán az ember mondjuk a légitársaságokban is. Legutóbb, mit tesz Isten, Maléval repültem. Hivatalos út volt, valahogy így jött össze. Meg is vásároltatták oda-vissza a Comfort Class nevű jegyet, ami rendkívüli előnyöket biztosít. Egyrészt van egy fehér kendő az ember feje alatt, amire azon írva, hogy Comfort Class, és azt hiszem adnak érte még egy unikumot. És valahol elölül az ember. Ennyi a Comfort Class. A jegy előre ki volt állítva visszafelé is, de az más vejcigépre, amin nincs Comfort Class. De a visszaútat ki kellett fizetni Comfort Class árban. Nem én választottam, valamitől muszáj. Nem mehettem át másik légitársághoz, mert a Malével kell repüljek. Monopol helyzetben van, tehát engem Comfort Class áron utaztat a svájci gépen is, ahol nem kaptam meg az unikumot. Viszont a Malév gépen kifele menve eltűnt az egyik csomagunk, filmezni menvén elég megrázó volt, mert az akkumulátorok tűntek el. Úgyhogy kint Zürichbe bérelni kellett egy magáncégtől akkumulátort. A Malév becsületére legyen mondva, térítette a bérleti díjat, mert bejelentettük, hogy eltűnt az akkumulátoros csomagunk. Úgyhogy Comfort Class volt, akkumulátor nem. Ez a monopól helyzettel jár. Nem hiszem, hogy a közeljövőben lesz majd több légitársaság, ahol válogatni lehet, hogy min utazok. De hadd döntsem el én, hogy Comfort Classon akarok utazni, vagy nem, de hogy odaérjen az akkumulátorom, vagy nem, azt is nekem kéne eldönteni. Jobb lenne, odaérne. Ezek a monopól helyzetek, ezek mindig nagyon nehezek. Ezek mindig nagyon rosszak. De belenéztem a 10 parancsolatba is, mert hogy jog meg törvény mozgott a fejemben, és néztem, hogy mennyire elavult. Azt mondja, ne ölj. 20. században ez, mint ötlet, teljesen idejét múlt. Azt mondja, ne lopj. Hát nevetséges. Nincs hely, ahol ma ne lopnának. Azt mondja, ne kívánd a te felebarátodnak házát. Hát mit csinál egy egész ország, mint folyton a felebarátja házát kívánja? Azt mondja, se feleségét. Ez már megoszlik. Ebben nincs monopól, ez egy csinos feleséget mindenki kíván. Ami már biztos, se szolgáját, se ökrét, se szamarát. Ez nem divat, ezt be lehet tartani. Dögöljek meg, ha bárki szamarát irigyeltem az utóbbi időben, még az ökrét se. De hát az a gondolat támad bennem, hogy a jogrend valahogy úgy elmozdult azoktól a bibliai alapgondolatoktól, ahol az, hogy ne ölj, az fölmerül, vagy ne kívánd a felebarátod feleségét. Ezeket az ember ugye elveti már, mert a törvény az idő folyamán elavul. Ha a törvénnyel túl sokat játszunk, akkor az elmozdul. Hankis Elemér azt írja egy helyen, hogy az a baj, hogy törvények helyett hosszú évek óta olyan törvény erejű rendeletek szabályozzák a magyar jogot, a magyar jogrendet, amik ellenőrzés nélkül jöhettek. És most meglepve látja mindenki, hogy parlament van, ahol bizonyos viták kezdenek kibontakozni azon, hogy mondjuk egy közlekedési törvény jó lesz-e. A közlekedési törvény is persze monopól helyzet, mert ha valaki elmegy a Kumbéla utca és Katona József utca sarkára, jön a Margit híd felől egy autóval, azt látja az első sarkon a Kumbéla rakparton, hogy megállni tilos. Ez szabály. Jogrendben élünk, ott megállni tilos. Kivéve azt a 12 teherautót, amelyik minden délelőtt 11-től délbe 2-ig ott áll, amitől a Katona József utcából kihajtó ember nem láthatja, hogy kivel fog majd ütközni, aki a rakparton jön. Hogy kinek a monopóliuma, én tudom, de nem mondom meg. De le kéne venni a megállni tilos táblát, és mondjuk egy várakozni tilost oda tenni, mert azok az autók, amik odaállnak, azoknak oda szabad állni. De nincs rajtuk megkülönböztető jelzés, ez megint egy monopól helyzet. Ez megint gyengíti azt, amikor azt mondjuk, hogy egy jogszabály komoly, egy jogszabály fontos.
Ez hozzátartozna valamiféle nemzeti tartáshoz, ahol, ahol a jog és a törvény engem, mint magyar állampolgárt azzá tesz, ami vagyok, öntudatos magyar állampolgár, én az Ebrán szoktam átmenni, én az OTP-nél tartom a devizámat, én lehetőleg nem csinálok közbotrányt, nem veszek részt az alkoholfilmnek se elkészítésébe sem, mint riportalany, nem kerülök a kamera elé, megpróbálok törvényesen élni, csak aggódom, hogy a törvény kicsit komolytalan nálunk. Túl sok zuhog belőle, és túl sokszor változott a történelem folyamán. Meg kéne őrizni annak a komolyságát. Most egyszer valamiben megéreztem. Múlt évben volt bizonyos adódifferenc, és az adóhivatal kivetett rám egy adókülönbözetet. Én fellebeztem. Szabályos, hibátlan, gyönyörű fellebezés volt. Az új jogszabály szerint 300 forintos illetékbélyeget ráragasztottam. Elküldtem. Csoda történt, mert egy rendkívül kedves hölgy fölhívott az adóhivatalból, és közölte, hogy valóban rosszul volt kiszámolva az adóm, visszatérítenek egy összeget, mert nem vették figyelembe a szociálpolitikai kedvezményt. Picit csuklani kezdtem, mert szegény ember vagyok, de hát szociálpolitikai kedvezménye nem vagyok jogosult. Másnap visszahívott egy kolléganője, rendkívül udvarias, hogy a kolléganője tévedett, a kulturpolitikai kedvezményt felejtették el figyelembe venni, ennek kapcsán csökkentették az adóm összegét. És mit tesz Isten, mikor ma ideindultam a rádióba, jött a postás, és hozott egy utalványt, rajta 300 forint illetékbélyeg árát, mert ha a fellebezés jogos volt, visszajár az illetékbélyeg. Most egy picit visszatért a hitem a jogrendbe. Hogy a következő évi adónál is meg lesz-e, nem tudom, de remélem. A jog és monopól helyzet egyik legszebb példája életemben az volt, hogy talán 8 vagy 10 évvel ezelőtt bementem ebédelni a Fészekklubba. Művészek, festők, énekesek, színészek és egyéb komédiások, a Fészek egyik rövidítése, ott akartam ebédelni. Rendeltem valami marhahúst, kihozták, nagyon éhes voltam. Első falatnál megütött valami retteltes bűz, nevezetesen kiderült, hogy a hús romlott volt. Mondom a pincének, hogy romlott a hús, azt mondja, szóljak az üzletvezetőnek. Mondom, küldené ki. Nem szeretek botrán csinálni, de azért nem igazán kezdelem a büdös húst. Hát nem tudom, nem szokásom. Kijön az üzletvezető, mondom, büdös a hús. Azt mondja, nem. Elég kategórikus döntés, mondtam, legyen kedves, szagoljam meg, azt mondja, nem szagolom. Ezzel a dolog el volt intézve. A jog hiába van az én oldalamon, ha ő nem szagolja, nem büdös, nem érzi. És úgy maradt a dolog. Mondom, akkor nem fizetem ki, azt mondja, akkor rendőrt ír. Mondom, hívom, mert lehet, hogy a rendőr megszagolja. Akkor nagy nehezen végül elvitték. Ez volt számomra a monopól helyzet egyik legkirívóbb példája. Azt mondom, hogy büdös és szagolja meg, ő nem szagolja meg, és akkor nem büdös. Ez így maradt. Nekem picit hasonlít erre a Magyarországon létező garancia szabály. Ugye garancia van minden újonnan vett tárgyra, mondjuk egy autóra. Az ember úgy gondolna, hogy a jogrendben, ahol külön papírt állítanak, és akkor is, ha vesz az ember egy kávédarálót, akkor elővesznek egy nyomtatványt, arra rábélyegeznek nem tudom hány bélyegzőt, meg dátumot, az a garancia papír. Vagy egy kis rádiót vesz az ember, vettem egy kis rádiót talán 3 éve, bebélyegezték a sok garancia papírt, a kis rádió 3. nap elhallgatott. Nem várta meg a 72 órát, sajnos, illetve túllépte a 72 órát, mert 72 órán belül visszacserélik ott, ahol vettem. Ez túlműködött. El kellett vinni a Gelkába, mondták, hogy alkatrészi jár. Ott volt 4 hónapig, valamit aztán belerakadtak, de többet nem szólt. Garanciában megcsinálták, ugyanan csöndben maradt, ki is dobta. Most így van a dolog mondjuk a Lada fényszóróval. Barátaimnak széles köre folytonosan egy körforgásban a jogrend kapcsán. Azt mondaná a jogszabály, hogy a behozott Lada garanciális, ha annak rossz a lámpája, azt ki kell cserélni. A jogszabály így van, de nincs lámpa. Viszont van rendőr.
aki a lámpa hiány közlekedőt fölírja, megbünteti, és a rendőrnek igaza van, mert a jogszabály az, hogy lámpa kell. A jogszabály viszont az is, hogy garanciába adni kéne lámpát. De a behozó nem hoz be lámpát, csak behozza a kocsit, azt is nagy keddel. Ez a mi jogrendünk mostani képe tulajdonképpen egy picit.